Szevasz, üdvözlöm mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon, és újra itt vagyok a videókkal, ahogy ígértem nektek, hogy nem sokára, hamarosan, valamikor vagy ugye újra elkezdek videózni, és ezentúl folyamatosan lesznek majd megint videók. A mai videóban ugye erről szeretnék beszélni, hogy egy kis változás lesz a csatornám. Amúgy múlt héten beteg voltam, még mindig beteg vagyok. Kicsit itt fáj erre felé, tehát persze a fülem egy kicsit fáj, de most már úgy jobban van. És valamit elkaptam, valószínűleg a Davis-től kaptam el. Amúgy itthon vagyunk, képzeld el, nem másra, mint a Davis-től. Mi ketten? Sehol senki. Lukasz iskolában van, a feleségem van máshol. És amúgy meglátjátok, hogy hol van. Na mi? Mi történt, Nyuszmusz? Ja, ottan úszunk. Látod, a Grand Theft autóba úszunk, ott a medencébe. Most mit csinálunk? Aj, te, itt ez a távirányító. Kimegyünk a vízből. Hát ott ezzel nagyon szeret játszani a Davis. Nem azért, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a Grand Theft Auto nem gyerekeknek való, nem 18 év alattiaknak, ugye csak felettieknek. Szerintem ezt attól függ, hogy hogyan nézzük. Hogyha úgy nézzük, hogy lövöldözünk, meg gyilkolászunk mindenkit, akkor persze, hogy nem gyerekeknek való. Meg mindjárt jövök! Na várja, jövök, hiszen nem gyerekeknek való, ugye? De a Davis azt szeretiben csinálni... Csak meg kellett nézni. A Davis azt szeretiben csinálni, hogy mászkál körbe, tehát ilyen virtuális világban mászkál ugye azzal az emberrel a játékba, beleül autókba, nem is inkább autókba, biciklikbe. Nagyon szeret biciklizni, vagy motorozni benn, de nem megy neki senkinek, néha ugye előfordul, mert ugye persze előfordul, de egész jól tud vezetni. Néha vezet is. Úgy szokott általában vezetni, képzeld el belőle az autóba, és ilyen benti nézetben, mint a rendes, ugye mi mennénk az autó és vezetünk körbe. Tehát nem gyilkolászik, nem pályákat visz végig, úgyhogy én szerintem nyugodtan ugye játszhat vele, senkit nem lőnek le benne, senki nem, na mindjárt. Aztán mit akartam mondani? Ja, inni akartam. Néha kicsit kiszárad még a torkom, a Davis-t ugye elkaptam, nem tudom, nem hiszem, hogy influenza volt, a Davis megfázott, és mivel átjön hozzánk éjszakánként, elég sokszor ugye velem alszik, mindig velem alszik, nem a feleségemben, mindig velem alszik, odabújik hozzám, és ha akarod, hanem ugye rád köhétsel és elkapod. Na várj, iszunk egyet. Hogy meg kell borotválkoznom, le kell majd vágnom a hajamat, bár ha pár hajvágás van, nem hiszem, hogy lesz, de borotválkozni ugye meg kell. Mindig csak most jöttünk haza, nem olyan túl régen. Többen kérdeztétek, hogy mi van velem, mikor jön vissza a videó, és mondtam, mint egy kicsit magamhoz térek, ugye újra lesznek videók, és erről akartam a mai videóban beszélni, még mielőtt elmegyünk, és nem sokára el kell menni, fel kell venni a feleségemet, aztán fel kell venni a Lukaszt az iskolából. Nem sokára el fogjuk érni a 100 000 feliratkozót, mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni, hogy ezt a sok feliratkozást, a jó kommentet, rossz kommentet, mindenféle fajta kommentet, a sok szeretést, a lájkot ugye a videókra. Ha jól nézem, várjál, megnézzük, hogy hol tartunk a számlálókkal. Várjál, rákattintunk. Ezt mindjárt kinyomjuk. 96 046 feliratkozó. És... Már nem... No, kimentem a fókuszból. Nem sok kell, hogy elérjük a 100 000-et, ugye a 100 000-nél kapunk egy ilyen YouTube-os gombot, ami oda a Hello, Szia, Szevasz tábla fölé fog kerülni, vagy ide a falra, vagy valahova. Hogy miféle fajta videó. Ugye többen kérdeztek, hogy mi lesz, ha elérjük a 100 000-et. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ha elérjük a 100 000-et, változás lesz. Még mielőtt elérjük a 100 000-et, úgy gondoltam, hogy változás lesz itt a csatornám. Ugye most már 4 éve, ugye? Pontosan 4 éve volt most júliusban, hogy elkezdtem ezt a csatornát. Megmondom, hogy miért szeretnék változtatni, mert mit szeretnék változtatni. És gondoljátok, hogy megírhatjátok ide a véleményeteket. Ugye régen úgy kezdődtek a videók, hogy Ausztráliáról szóltak a videók, hogy mennyi az ár mi nálunk, hogy lehet ide kijutni, és átmentek ilyen vlogos, ausztrálos videóban, mutattam a minden napokat. Az utóbbi időben pedig, tehát ugyanilyen videókat készíthettem volna bárhol, Amerikában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában, mindegy, hogy hol, mert végül is csak az életünkről, ugye, vagy hova mentem, mit csináltam, nem arról szólt, hogy ott ugrál a kenguru kint a kertbe, persze ott nem ugrál a kenguru. És ezért gondoltam, hogy változtatok a csatornán, mert most már nem Ausztráliára szólnak, hogy itt lakunk, vagy itt lakok, de nem kimondottan csak Ausztráliáról, hanem mindenféle fajta dolgokról. Például amikor voltam valami jött, hogy lufit durrantottunk, lassított felvételek, és én szerettem ugye készíteni ezeket a videókat. Többen reklamáltatok, ugyanis meg szoktam nézni, néha beszoktam írni a Google-ba, hogy Ausztrália magyarul, és ilyenkor feljön ugye, hogy ki hova kommentált, milyen blogba, milyen hozzászólásba, fórumba,
és ugye többen láttam, hogy írtátok, hogy régebben ugye Ausztráliáról szólt, most már nem Ausztráliáról szól, és egy részben Ausztráliáról szólnak a videók, de nem teljesen, ugye ahogy mondtam, úgyhogy ezért szeretnék egy kicsit változtatni a csatornám. Aztán gondoltam, hogy változtatom a nevet, hogy Tamás egy kicsit másra, de végül is nem tudom, mégis Ausztráliában lakunk akkor is, és a magyarul vannak a videók, ezért gondoltam, hogy lehet, hogy a nevet azt megtartom. Több mint valószínűleg a nevet megtartom, hogy Ausztrália magyarul, de gondolkoztam, hogy ha elérjük a 100 000-et, megváltoztatom a nevet, de nem tudom, majd meglátjuk, valószínűleg a név az marad. Aztán meg szeretném változtatni a beköszönés, ugye ez álló, szia, szevasz! Nem tudom, régen ugyan vicces volt, aztán utána úgy ugye hozzászoktam, tudom, hogy mindig így köszöntem be. Nem tudom, lehet, hogy ezt megváltoztatom, és ezentúl nem hello, szia, szevasz lesz. Másféle fajta videókat szeretnék készíteni, várjál, felállok, mert ha beszélek, akkor fel kell állni, és kell mászkálni körbe-körbe. Úgy jól érzem magamat. Tehát nem a vlogos videók lesznek, de kicsit pörgősebbek lesznek ezek a vlogos videók. Lesznek ilyen valami ötös féle fajta videók vlog-szerűen, majd meglátjátok. És tehát ez valószínűleg ez az utolsó videó, ez a mai videó, amikor be volt a rendes ez a régi logó, ugye, hogy kezdődött a videó, ezt is el szeretném hagyni. Tehát ilyen nagy változtatást szeretnék csinálni, ugye a 100 000 környékén. Ahogy mondtam, régebben én rettentően szerettem készíteni ezeket a videókat, ezeket a vlogos videókat, de az utóbbi időben, nem tudom, én úgy érzem, hogy egy kicsit unalmasak lettek, lehet, hogy nem nektek, de nekem az lett, tehát ilyen, nekem ilyen unalmas lett, hogy mindig hazajövünk, semmit nem teszünk, és a muszájból ugye filmeztem, mert ma szombat van, ma vasárnap van, és ha nincsen, akkor, vagy akármi van, ugye kell filmezni, hogy szoktam mondani, és muszájból nem akarok filmezni, csak azért, mert ugye ma szombat van, és valami fel kell, hogy töltsek, mindegy, hogy mit csinálunk, tehát ezentúl csak érdekes videókat szeretnék csinálni. És ez lesz a nagy változás 100 000-nél, vagy 100 000 ugye előtt, még mielőtt elérjük. Gondoltam, hogy ezt ma megosztom veletek, amit már elkezdtem filmezni, ma is filmeztem, már holnap is fogunk filmezni a Lucas-szel, de majd meglátjátok. Úgyhogy gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy ti mit szóltok ez a változáshoz, hogy ezentúl nem csak ilyen vlogos videók lesznek, hogy beszélek, aztán egy kicsit unalmas, és már mindenki rég elhajtotta, valószínűleg sok ember ideig már nem ért el, mert ugye unalmasan csak beszélek, de azokkal meg szerettem ugye volna osztani, mert ugye tudom, hogy van azért pár ember, aki végignézi a videókat, nem pörgeti át, és őket lehet, hogy érdekli ugye ez a rész is. Na mindegy, csak gondolom, hogy ezt megosztom veletek, hogy változások lesznek itt a csatornán. Fogunk sorsolni iPad-et is, ami össze van még mindig törve, és majd meglátjuk. Na mindegy, úgyhogy ezek a videók, az újfajta videók jövő szombattól fognak kezdődni, nagy valószínűséggel, amit meg fogom tudni ilyen szerkeszteni. Aztán gondoltam, hogy megnézzük egyet, hogy mit csinál. De Nyuszi, még mindig játszol? Ezek jövök, iszok valami, hoppá, vizet, látod? Tehát ahogy mondtam, megszerkeztem a videókat, úgyis előre szeretnék felvenni egy pár videót, mert sokszor hétközben ugye nincsen időm megszerkeszteni, vagy filmezni, ugye videózni, de így minden szombaton ugye lesz mostantól megint videó. Úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ilyen 3 havonta lesz egy ilyen kisebb kihagyás, ez is újítás lesz, tehát egy kicsit olyankor feltöltődök, mert lehet, hogy elmennek az ötleteim. Mert ilyenkor sok ötletem van, ugye, amikor mindig elkezdek videózni, és így lassan kifogyok belőlük, aztán nem tudom, olyan unalmasakká válnak legalább számomra a videók. Tehát 3 havonta lehet, hogy tartok egy 2-3 hetes kihagyást, és ameddig feltöltődök, lesznek új ötleteim, meg újabb és újabb érdekesebb videók, de minden, hogy meglátjátok. Az a lényeg, hogy holnap egy rettentő érdekes videót fogunk filmezni a Lucas-szel, hogyha jó idő lesz. Jelenleg szépen látod, süt a nap, holnap reggel. Mire ti ezt látjátok, addigra mi valószínűleg lefilmeztük. A Lucas körülbelül 2 hete próbálunk rábeszélni, hogy Lucas, menjünk és filmezzük le ezt a videót. Azt mondta, hogy nem, hogy miért nem, majd meglátjátok 1-2-3 hét múlva. Na minden, de sikerült rábeszélnem tegnap, és azt mondta, hogy le fogjuk filmezni ezt a videót. Na minden, én most megiszom a vizemet, aztán próbálom kivontani. Aztán elmegyünk és felveszünk a Lucas-t meg a feleségemet, a Lucas az iskolából, a feleségemet meg másholnét. Egy kézzel nem tudok vizet bontani. Hoppá, te tudsz vizet bontani egy kézzel? Na, itt a egyet, közben rákerestem ezekre a kommentekre, amit találtam, megmutatom nektek is. Hol van? Itt a fórum. Hol van? index.hu-n találtam ezeket.
ami 2018-16-13-án készült, a Molnár család egyik videója. Aztán én érdekesnek találtam, hogy egy magyar család napjain keresztül lehet betekinteni az ausztrál életbe. Csak próbálom kamerán olvasni, és egy kicsit így nehéz. Aztán idegesítően izgága a Muki. Eléggé gyorsan beszél, de nagyon sok érdekes videót készített. Mit szivott a faszi? Besbedezett. Azt nem tudom mi a... Besbedezett? Hátrább a kamerával. Szerintem semmit, csak sokszor gyorsan beszél. Hadar! Ezt ma találtam. Itt a kisfiával szerepel, aki már kint született. Van sok ilyen érdekes komment, meg hozzászólás, és igaz, hogy gyorsan beszélek, sokszor hadarok, mit szívtam, ugye rettentő sokszor szoktátok kérdezni, az életben nem drogoztam, semmit, hidd el nekem, egy füves cigarettát még az életben nem szívtam el, maximum 2 darab panadolt vettem be, hogyha nagyon fájt a fogam, vagy valami, az a legtöbb droga, amit beszedtem. De mégis a panadol az nem is, az csak fájdalomcsillapító, de én ilyen vagyok, csak a kamerán, élőben nem vagyok ilyen, csak néha, amikor rám jön. Na minden, megyünk tovább, nem tudom, miért mondom, hogy megyünk tovább. Nem tudom, hol volt, még volt sok ilyen érdekes hozzászólás, ahol ugye mondtátok, vagy egy pár mondták, hogy most már nem Ausztráliára szólnak a videók. Na minden, nem találom, hogy hol van, csak közben itt nézegettem, de nem tudom, hogy hol van. És ahogy mondtam, ezeket olvasgattam, és azért gondoltam, hogy tényleg most már nem Ausztráliáról is néha szólnak a videók, de inkább ilyen családi vlog az egész, tehát én úgy érzem, hogy én ezért szeretnék válni, nem ezért, de úgy vagy vele, nem tudom mikor, ilyen láza van az embernek, vagy nekem, hogy valamit akarsz ugye videózni, és régen ugye ez megvolt ez a láz, hogy alig vártam, hogy elővegyem a kamerát is. Nem tudom, hogy a minden napok olyan unalmasak lettek számomra. Tudom, hogy számotokra sok embernek nem, mert sokan mondták, hogy mi akkor is szeretjük, mindegy, hogy mit mutatsz, mert mutasd meg, hogy hova mész a boltot, meg minden, de nekem ez a rettentően unalmas most már, hogy mindig csak a boltot mutatom, hogy hova megyünk, meg nem megyünk csak a tengerpartra, tehát ezért szeretném felpörgetni a videókat, tehát vlogok lesznek ezentúl is megyek a boltba, valószínűleg azt fogom filmezni, csak egy kicsit más formába, tehát több zenébe, pörgősebben, egy kicsit talán rövidebben, vagy nem tudom, tehát próbáltam rajta gondolkodni, hogy alakítsam a videókat, milyenek legyenek, de ez alakul magától, attól függően, hogy filmezem, hogy szerkeztem. Azt tudom, hogy egy kicsit másabbak lesznek, tehát nem ilyen hosszú beszédesek. És meglátjuk egy pár hónapig, hogy fog menni, aztán majd kiderül. Na minden, úgyhogy megnézzük, mit csinál a Davis, de még mindig játszik. Ilyenkor mindig kell neki egy kicsit segíteni. Nem ilyenkor általában mindig, mert mindig akar egyet biciklizni. Nem, most autózik. Ez my car. Ja, ez az autót, na látod? Mutatom. Így autózik a Davis. Bennül ott be a terepjáróba. Ugye ez egy terepjáró. És kimegy az útra. Te? Hát mi van? Múlt olyan szépen vezetett. Látod? Megy az úton, nem megy neki senkinek. Piros lámpánál nem állunk meg. Na minden. Úgy beállt. Te. Bum. Nézd ki az haza. Hol vagy? Szárvusz. Na milyen volt az iskola? Olyan, mint tegnap. Vagy tegnap előtt? Minden nap. Ja, minden nap. Mit teszel? Centrumot? Ja, rend van. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, és megszerkeztem. Ahogy mondtam, jövő héttől újféle fajta videó, mégis hasonló videó, ahogy mondtam, de mégis újabb. Tehát idővel majd valószínűleg változni fog egy kicsit, lehet, hogy nem sokat, és ahogy mondtam, 3 havonta valószínűleg egy ilyen rövidebb szünetet fog tartani, hogy fel tudja magam így tölteni. És újabb ötleteim ugye legyenek, tehát hetente egy videó lesz valószínű, minimum, ami szombatonként lesz. Azt mondom, hogy a szombat az jó, mert hétvége, sok ember nem dolgozik, aki dolgozik, az meg tudja nézni vasárnap, hogyha nem dolgozik, vagy hétfőn, úgyhogy, na minden, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, sziasztok!